Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint itt van Bence, hogy értékelje a rendelésemet, ami jelen esetben nem lenne más, mint a Nastigál. Sziasztok, én is itt vagyok. Két nagy szatyor vár rám igazából, hogy értékeljem Rebekán. Opa! Ez most már megint más cég, nem? Megint más cég, és az az igazság, hogy kettő darab szatyor van, ugyanis egy kicsit elragadtattam magam. Valami beszúrt a szívem, nem tudom, hogy még. Pedig nem is a te kártyádról rendeltem. Nem baj, akkor is. Nem tudom, hogy egybe szeretném elmondani, hogy mennyiért rendeltem, de kettő darab videót fogok belőle csinálni. Egy szatyor, aztán még egy szatyor. Igen, úgyhogy most fogjátok látni az egyik felét a rendelésnek, természetesen Bence értékelni fogja, és a másik felét pedig egy-két hét múlva valahogy így fogjátok látni. Nem számítottam rá egyébként, hogy ennyire tetszeni fog az oldal. Nagyon sok külföldi videósnak a holját néztem már róla, de ahogy oda kerültem, csak azt vettem észre, hogy ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is, és a végén ott tartottam, hogy aha. Gardrób szekrény teljesen lecserél. Oké. Úgyhogy fel fogom nektek próbálni az új szerzeményeimet. Remélem egyébként, hogy tetszeni fognak, mert belenyúltam pár olyan stílusba is, amit nem feltétlen hordok, de szeretném hordani, talán ez így. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Nem tudom egyébként, hogy miket fogok előszedni, mert nyilván össze-vissza vannak. Amit meg szeretnék egyébként jegyezni, hogy kicsit több mint egy hét alatt szállították ki. Nem volt rajta semmi pluszköltség, nyilván amennyire rendeltem a szállítás is ingyenes volt. Úgyhogy igen, kezdjük el a videót! Melbe dobásban igen csak mutatós, ezért Rebeka... Tehát ez... 10 per 10 jöhet a következő ruha. Annyira durva? Ezt azért látszik, anya, hogy elég nagy a szívás. Átlátszik? Át. Ne nézz ide, Patrik, ne nézz el! Cenzúr, cenzúr. Oké, 10 per 10. Szuper. A következőnél kétszer ennyit mondok, menjél. De nem tudtam semmit elmondani. Amikor elmondod, hogy merész szerveket választottál, akkor nem ilyen. Nem reggel. Azt mondtam, hogy merész. Ó, na. Ráják! Ráják! Második szett, ami reméljük, hogy nem lesz annyira mutatós. Nézhetem? Uh-huh. Hoppá, Met Gala? Még gyorsan az előzőre visszatérnék egy pillanatra egyébként, hogy nagyon jó volt az anyaga, aha, és szerintem egyáltalán nem olyan durva. Ennek egy kicsit ilyen, fog már meg azért, kicsit olyan gagyibb anyaga van, ilyen, nem tudom, lemvászonnak kellene lennie, de, nem az. De ilyen ez nem műanyagos, az. Vagy nem tudom, hogy minek mondjam. Ez nyilván egy olyan kicsit oversized, hogy hívják ez, zakó, amit akár fel lehetne venni felső nélkül is. Nem, nem lehet felvenni felső nélkül. És ráférne egy vasalás, tehát azt ne nézzétek, hogy ráncos. Nekem tetszik, nyilván most az a bajom jelenleg, hogy ez ezzel a farmerrel nem megy természetesen, de... De el tudod képzelni egy bőr leggings, esetleg magas sarkú, egy szép bralett, szerintem, vagy kis csipkés felső. Szerintem ez jó, olyan... Nekem bejön amúgy, tehát anyagában lehetne jobb. Hát az biztos. De nem azon... Hiszem, de nem az, ami... Azon kívül egyébként meg nekem bejön. Szerintem 10 per 8, de szerintem... Úgy néz ki, hogy megadja a komolyságát egy nőnek, érted, mit mondok, aha, egyébként? Ez nem egy sima farmer, amit a Hammondebből kihoztál, vagy hasonló, hanem ez tényleg egy ilyen komoly kis uárzás, a 10 per 8. Üzletasszonyos. Ezt nem mondod komolyan. Tehát, hogy eddig 10 per 7. tartott az egyik gomb, az már most megadta magát. Mennyi volt az egy perc? Erősítsétek meg a gombokat rajta, tudom ajánlani. És érkezik a harmadik szett, ami szerintem nadrág lesz, úgy látom, hogy ez 10 per... Fordulj meg? 10 per 9. Nagyon tetszik. Nekem is. És ezzel megy ezzel a felső lesz. Amúgy nem rossz, igen. Az az igazság, hogy... Jó az anyag. Nekem nagyon tetszik. Vékony az anyaga, tehát értitek. De ezen kívül baromi jó.
A mintája, nem emlékszem, hogy ilyenre számítottam-e. Pont mondtam Bencének, hogy semmire nem emlékszem, hogy mik vannak a rendelésben, de bejön. Nekem is egy kicsit, tetszik. Nem tudom, olyan vagány. Mit mondtál? 10 per? 9. Tényleg nagyon tetszik. Ilyen kis nyárias. Egy nagyon picit a... Szaladsz velem a repceföldön, közben belolászol, és azt mondod, hogy de jó az életem, és még egy ilyen csávot nem találok. Ez ilyen. Jött a következő? Aha. És a következő szett, az nem más, mint olyan, minthogyha a Willy Wonkáék rádöntöttek volna a csokiból egy ilyen kis szoknyát. És az jó vagy rossz? Nem megszokott a kinézete, de egyébként esküszöm, hogy tetszik. Nekem nagyon megtetszett. Volt feketébe is, meg barnába is. Jó, nyilván ezzel a színnel nem egy, de tényleg jó. De valahogy ez a barna nekem annyira megtetszett, és elmondanám, tök jó. Milánó. Elmondanám nektek, hogy baromi jó az anyaga. Tehát eddig szerintem ennek... Bocsánat. What? Eddig szerintem ennek a legjobb az anyaga, és nagyon tetszik. Nekem sem tetszik, ez szerintem 10 per 9 ugyanúgy. Ó, ez egy jó kör. Ez egy nagyon jó kör egyébként. De és annyira, tehát olyan, mint hogy egy csoki lenne rajtad. Nyalánkságos vagy. Úristen, Bence! Most mi? Mi csinálsz a videómmal? Ez egy nagyon gyors váltás lesz. És a következő szett, ami azt mondom, ötödik, az nem más... Ez nem volt egy jó ötlet, hogy harisnyára vettem fel. Micsoda! Ez... Rendeltem egy papucskát. Hát ez tényleg az. Szeretnék nyáron ilyen, nem tudom, ilyen papucsokba flangálni, de valószínű, hogy kicsit alábecsültem magam, és a szokásos 8-as méretet rendeltem, és egy ilyen picikét... Nagy, de kicsi. Kicsi, de amúgy nem rossz, tehát elég keskeny az egész, és harisnyával lehetetlenül csúszik. Anyagában nem olyan jó fogásra, de kinézetre egyébként így elmegy. Lehetne csillogósabb, de... Őszintén megmondom, hogy nekem amúgy bejön. Tehát, hogyha megnézem majd milyen harisnya nélkül, de ha jó, akkor én ezt amúgy simán hordanám. 10 per 8, 7 és fél. Nekem ez ilyen... Jó. Ilyen szaladgálós papucs, tehát nem azt mondtam, hogy ebbe fogom megváltani a világot, de... Hát az biztos, hogy nem. De jó. És az utolsó szett. Az utolsó? Nekem ez annyira balerina hatású. Ezt akartam mondani, ez nagyon ilyen balerinás. Nagyon jó. Nyilván sötét színű melltartó van rajtam, úgyhogy látjátok, hogy mennyire látszik át, mennyire nem látszik át. Egy picit magasabb farmer, vagy bármi kellene hozzá, de nekem nagyon bejön. Nem akarlak befolyásolni. Jó az anyaga. Igen, ez nagyon jó, tök puha, itt ez a része is, meg minden, szóval picit rövid, így hosszilag, nekem. 10 per 8-at adok rá. De egyébként tényleg. Mi tetszik és mi nem tetszik? Tetszik az, hogy olyan kis rojtosott elől, meg a színe is nagyon tetszik, emiatt lesz ilyen balerinás szerintem. Az anyaga is tetszik. És akkor mi nem tetszik? Nem tetszik például ez itt, hogy más itt a szín. Ezt mondtam, hogy ez magasabb nadrággal, igen, vagy egy szoknyával, milyen más. Meg nyilván vannak olyan ruhadarabok, amik jobban tetszenek, és hogyha azoknak 10 per 10-et adok, akkor nem adhatok 10 per 10-et, de... Tiszta. És akkor ezzel a felsővel a végére is értünk az első körnek. Szerintem jó kör volt egyébként. Ezt akartam mondani, hogy kifejezetten szerintem jót vásároltam. Úgyhogy ezeket a ruhákat tuti, hogy fogom hordani, mind olyan, hogy most is jók, nyáron is jók lesznek. A nadrág nagyon tetszik. Ez nekem is. Várom a véleményeteket, hogy nektek mi tetszett a legjobban
így a kis csomagból. Természetesen a szokásos pontozás az most is mehet. Nagyon szeretem azokat olvasgatni. Neked köszönöm, hogy itt voltál ebben a részben, de nem egy messzire, mert folytatjuk a következővel. Úgyhogy ha tetszett ez a videó és szeretnétek látni a második részt, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot. Iratkozzatok fel mind a kettőnk csatornájára, ha nem vagytok még. Nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltjük fel nektek az új videókat. És természetesen kövessetek Instán is. Megpróbálok minél hamarabb képet kirakni igazából. Fel fogja venni az összes cuccot egyszerre. Ruhácskákból? Az elég gondolító lenne. Igen. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok! Hello!